Szép estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez alkalommal is hatalmas szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Kultúrcsebben. Lévén, hogy október legelső műsoránál járunk, mondhatni most már hagyományosan megpróbáljuk a mai műsorban egy kicsit összegezni, illetve bemutatni az elmúlt egy hónap, jelen esetben ugye szeptember kimagaslóbb, fontosabb kulturális eseményeit és történéseit. Nos, ennek fényében ma este szót ejtünk például a Magyar Dráma Napjának megünneplésére. Beszélünk ugyanakkor Krisán Sándor nemrég megnyitott kiállításáról, de természetesen arról sem feledkezünk meg, hogy nemrég kiderült, 2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa, és végül, de nem utolsó sorban egy igencsak rendhagyó koncertsorozatról is szó lesz. Sőt, ha már itt tartunk, azt javaslom, kezdjük is akár ezzel a témával, hiszen szeptember 7-én és 8-án előbb Kolozsváron, utána pedig Marosvásárhelyen tartottak igazán nem mindennapi hangversenyt a Nemzeti Félharmonikusok. A Csak tiszta forrásból címet viselő zenésest keretében egyébként az érdeklődők a magyar zenei élet két kiváló géniuszának, Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak az életművét ismerhették meg közelebbről. Nos, ez volt a rövid ízelítő, a részleteket azonban már a következő összefoglalóban mutatjuk. Íme. Csak egy kupa lisztem vagyok, azt is pucinénak adom. Hely a puciné, puciné, te jó korcsomárosné. Hely a puciné, puciné, te jó korcsomárosné. Így hangzik a Kodály Zoltán által a Bukovinai Isten segítsen gyűjtött népdal eredeti formájában, amely Pucinéról, a Jókocsmárosnéről szól. A Kolozsváron és Vásárhelyen is előadott zenei program különlegessége az volt, hogy a Bartók és Kodály által feldolgozott dallamokat először eredeti formájában a Fölszállotta Páva tehetségkutató résztvevői énekelték el, majd a művek komoly zenei feldolgozását is hallhattuk a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában Kocsis Zoltán vezényletével. Gyakorlatilag Bartókot és Kodályt szeretnénk közelebb hozni a szélesebb hallgatósághoz. Tudjuk, hogy ez illúzió, de mégiscsak megpróbáljuk méghozzá azon a módon, ahogy az említett szerzők megpróbálták a dalok, illetve a népzenék eredetének a felkutatásával és közkincsétételével. Azt hiszem, hogy ennél magasabb rendű célt ennek a fajta zenének a népszerűsítésére nem lehet elképzelni. Hát különféle tájegységekről válogattuk össze, már egyszerűen azért, mert a feldolgozásokban is, Bartók és Kodály is, hol innen, hol onnan csipett ki valamit, nem is területi meggondolásokból, nem is etnikai meggondolásokból, hanem zenei meggondolásokból. Tehát bizonyos zenetípusok, amelyek egymáshoz illettek, vagy pedig akik kontrasztáltak egymással, tehát fantasztikus nekem is olyan nagy élmény hallgatni ezeket a feldolgozásokat, mi minden jutott ezeknek az embereknek eszébe, ezekről az egyszerű kis popzenei dallamokról, hogy milyen jelentéseket tettek bele, hogy milyen hangulatokat élesítettek még jobban rá, úgyhogy nagyon nagy élmény volt mind a két félnek, a népzenészeknek hallgatni ezt a 3D-be ezeket a gyönyörű feldolgozásokat, és a zenekar is nagyon élvezte, hogy ezek a gyerekek meg szabadon játszanak, improvizálva. A népi előadás és a műzene itt nagyon élesen különválik, tehát nem volna jó dolog vegyíteni a kettőt, nem volna ez okos, mert hiszen a népi előadásokban például a zongora, mint népi hangszer, hát értelemszerűen nem játszhat szerepet. Tehát bemutatjuk előbb az eredeti formát, és aztán a feldolgozott formát, ahogy Bartók és Kodály közkincsétette ezeket a zenéket. A nagy népzenegyűjtők, Bartók, Vikár, Kodály, stb. Sorolhatnám, ők már 1906-ban, 900-as években rádöbbentek, hogy itt mekkora kincs van az embereknek a szájhagyományában.
a magyar társadalom, meg általában itt a Kárpát-medencében az egész elit társadalomnak fogalma se volt erről. És most érjük meg azt a pillanatot, hogy a fiatalok százezerei foglalkoznak ezekkel a hagyományos zenéken, megtanulják őket, önként és dalolva, nem kötelezően, és összeér a két dolog. Most jutottunk el oda, ahol már Bartókok 1906-ban tartottak. Hát ez a szép teljesítmény. A szeptember 7-ei Csak tiszta forrásból című rendhagyó hangverseny egyébként a Kolozsvári Magyar Opera tulajdonképpeni évadnyitó produkciója volt, amely kapcsán az intézmény igazgatója Szép Gyula elmondta, büszkeséggel gondolnak arra, hogy egy ilyen színvonalas eseménnyel vehette kezdetét az opera 225. év. Ugye itt az a tény, hogy azt igazoljuk, hogy a magyar kultúra hogyan épült, a magyar zenekultúra, a magyar népzenéből, és ez ilyen magas szinten, színpadon elmesélve, mind szöveggel, mind zene által, népzenészek és a világ egyik legjobb filharmónia által a műzene hangjain. Ez egy olyan egyedi eseménye a kolozsvári magyar zene életnek, amire eddig nem volt példa, hát reméljük még lesz, de nagyon bizakodóak vagyunk, hogy a közönségünk is díjazni fogja ezt a kezdeményezésünket. Beteg az én rózsám nagyon, talán meg is hal, ha meg nem hal, kínokat lát, az is nékem baj, ha meg nem hal, kínokat lát, az is nékem baj. 1984 óta minden évben szeptember 21-én ünnepeljük a Magyar Dráma Napját, köztudottan ugye annak tiszteletére és emlékére, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madács Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének az ősbemutatója a Budapesti Nemzeti Színházban. A több mint 30 éves hagyományt természetesen az erdélyi magyar teátrumok évről évre ápolják, ahogyan ez idén is megtörtént, és persze most is köztük volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata is. Na de hogy milyen is volt egész pontosan ez a marosvásárhelyi ünnepség, azt már a következő összefoglalóból tudhatják meg. Tudod hol vagy? Ugyanott vagyok. Szuzában jelente valásan, csak hogy... Csak hogy? Dicsőség Alexandrosnak! Éljen mindörökké! Mindörökké! A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház az elmúlt évek hagyományához hűen most is rendkívüli programokkal várta közönségét a Magyar Dráma Napján. Ebben az évben a Sütő András Baráti Egyesülettel együttműködve a 10 éve elhunyt író emlékét idézték. Éppen ezért a Tompa Miklós társulat tagjai ez alkalommal a Sütő által írt a Szuzai Mennyegző című darab felolvasó színházi előadásával készültek. A produkció Sebestyén Abar rendezésében láthattuk. Egy nagyon izgalmas, még a mai napig aktuális szövegről van szó, annak ellenére, hogy hát lassan 30 éve, hogy született a szöveg, egy olyan korszakban, amikor nagyon okosan kellett témát választani ahhoz, hogy az ember valamilyen szinten önmagához hűen is a korának tükröt mutasson, tükröt tartson. Tehát 80-as évek Romániájában írni nem volt olyan egyszerű és felhőtlen, de hát Sütő András ezt sikerrel művelte. Magyar drámát ünnepelni így is nagyon fontos. Ünnepelni a kortárs magyar drámaírókat külön, és természetesen nem feledkezni meg különösen a kortárs erdélyi drámaírókról is. Hát természetesen Sütő András kiemelkedő alakja volt, és a mai napig az az erdélyi drámairodalomnak. A rendezvénysorozat egyébként délután 1 órától kezdődött a Bólyai Farkas Elméleti Liceum dísztermében, ahol Farkas Ernő magyar tanár Sütő műveinek recepciója 2016-ban címmel tartott előadást. A pedagógus mindenek előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az olvasás iránti érdeklődés terén egyfajta általános hanyatlásról kell beszéljünk, ugyanakkor sajnos az erdélyi irodalom is leértékelődni látszik. Szegedi Maszák Mihály például azt írja, hogy ez az új rendszer, ez a globális, mert az irodalom is egy globális rendszer része lesz, ez azzal jár, hogy fájdalmasan el kell tüntetni, illetve leépülnek értékek, és azok egyszerűen kiesnek a szűrőre. Én ezt nem tudom elfogadni. Mondottam a gyerekeknek például Kisjenőnek a szerepét, nekem Kisjenő fontosabb, mint nem mondok egy nevet a mai magyar irodalomból. Tehát
Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy rendkívül erőszakos az irodalmi kánon. Tehát nem tűr beleszólást, és azért is mondjuk úgy veszélyes, mert nagyon színvonalasok írnak azok, akik ezt állítják. Tehát a legjobb tollú, mondjam úgy a legképzettebb tudósok ezen az oldalon állanak, hogy úgy mondjam, ha oldalról beszélünk, akik felzárkoznak dalolva a globalizmus mellé, és a kis értékeket pedig elsimítják. Nincs recept, a recept, most megint egy ilyen paradoxon mondok, hogy egy nyitottság kell, tehát el kell fogadni azt is, amiben élünk, mert nem lehet elzárkozni, viszont nem szabad minden kritika nélkül elfogadni, hogy ez a nagy, és a többi pedig nem számít. És az, hogy egy sütő recepció, itt az élettel is probléma van, most, amikor vannak ezek a nagy elvándorlások, akkor szülőföldről beszélni meglehetősen nehéz. És akkor itt kezdődik a kérdés, hogy mi az, hogy szülőföld, és hogy mit szeressek. És szóval vannak problémák, de meg lehet oldani. Nincs recept. Annak ellenére, hogy a sütőre reflektáló előadáson felmerült irodalmi és társadalmi problémákra nincs tehát konkrét recept, azért az a bizonyos kellő nyitottság sok diákban ott van, és ezt igazolja az egyik résztvevő, Bőte Róbert 12-es tanuló is, aki saját elmondása szerint igenis szereti az erdélyi magyar drámairodalmat. A magyar drámát azt többnyire szeretem. Olvastam egy pár őrkénydrámát, például a Tótékat, az most kötelező olvasmány volt, az igaz. Mindemellett pedig Szabó Róbert Csaba és Székely Csaba drámákat olvastam, és néztem jó sokat itt a színházban. Hozzám eléggé közel áll ez az egész műfaj. Olvasásként annyiban köt le, hogy nem foglal el annyi időt, mint hogyha egy nagyobb regénybe kezdenék bele, és kevesebb időt rászállok, és ugyanúgy szórakozni tudok. Színházba járni nagyon imádok, tehát ebből a szempontból örülök annak, hogy vannak jó magyar darabok itt a városban, és tagja vagyok egy ilyen diákszínjátszó csoportnak, ahol ugyancsak színjátszással foglalkozok, milyen meglepő, és nekem tetszik, én szeretem. A Magyar Dráma Napjának megünneplését követően egy másik fontos kulturális történésre is sor került még Maros megyében. Szeptember 24-én nyitották meg ugyanis Krisen Sándor romániai származású, jelenleg azonban Svájcban élő festő, fotó és szobrászművész igazán nem mindennapi kiállítását. Az esemény egyébként azért is számít rendhagyónak, mert nem csak egy gazdag művészi felhozatalról beszélhetünk, hanem egy igazán különleges hely, helyszínen, egész pontosan a képzőművész Nyárád magyarósi telkén került erre sor. Krisen Sándor, vagy Alexandru Krisen sok helyről gyűjtötte a tapasztalatait, én azt gondolom, hogy ez a festményein látszik is. Nagyon erőteljes festmények, éppen azt állapítottuk meg, hogy mennyire másképpen érvényesülnek ebben a térben, mert hogy némelyik igazán méretes, és hogy mennyire jó, hogy így lehet őket látni. Nagyon erőteljes, expresszív formavilága van, erős színvilága, és van néhány visszatérő motívum, ami igazán azt kérdőjelezi meg, hogy ki az ember, és akkor Krisen sokféle választ próbál erre adni. Egy gyönyörűséges fotósorozata van, az egy másik médium, ugye, tehát, hogy ezzel megpróbál választ adni arra, hogy milyen az öregedő test, milyen az elmúlás, és hát nagyon, nagyon hok technikával, tehát, hogy kidolgozott technikával találkozunk ezeken a fotókon. És hát még mit látunk? A környezetben levő szobrokat, installációkat, azt tudom, hogy a domboldalban is tervezett installációkat még nem láttuk, de azt gondolom, hogy ezek is hozzátartoznak ahhoz a mentális térhez, amit ő itt kiépített ezen a helyen. A képzőművészetnek majdnem minden ágát érintem, már nem is beszélhetünk festőművészről, szobrászról, hanem vizuális művészek. Tehát van meccet, van festészet, van szobrászat, és van sok fotó. És természetesen rengeteg, amivel foglalkozok máma, manipulációk, ha lehet ezt mondani magyarul így, képekkel. A képek manipulációja a számítógépen keresztül.
tehát témákra vannak felosztva minden sorozat. Az én alkotásaimban mindig próbáltam azt, hogy legyek minél igazságosabb velem szemben, de hát sose csaljak, és természetesen elég nehéz kodifikálni ezt valakinek, de majdnem az összes kiállításomon az én életrajzom van. Ahogyan már említettük, Krisán kiállítása már csak a rendhagyó helyszín miatt is különlegesnek számít, hiszen a tárlatnak az a falusi környezetben található telek ad otthont, ahol a művész tulajdonképpeni műterme és galériája is található. Az átalakított csűr, amely műterem és egyben lakóház is, külön kuriózum lehet az odalátogatóknak. Az épület ugyanis 2014-ben elnyerte a Hargita Megyei Kulturális Központ székelyföldi csűr funkcióváltása elnevezésű pályázatának külön díját. Nem utolsó sorban a nem szokványos tér a művészi alkotások számára is egyfajta pozitív elidegenítést jelenthet. Azt gondolom, hogy nagyon kell minden közösségnek a művészet. Az persze, hogy hálásabb dolog az, hogyha egy nagy városban nyitnak meg egy kiállítást, mert sokkal több ember látja. Ugyanakkor viszont úgy látom, hogy valahogyan ezeknek a munkáknak elég nehezen kitapintható módon, de mégis van egy ehhez a vidékhez való kötődése és egy ilyen letapadás, vagy miközben világvárosokban voltak kiállítva és születtek, és ottani tapasztalatokat dolgoznak fel, azért mégiscsak valahogyan benne van a virtuális övezetükben ez a hely. Tehát ugye én azt gondolom, hogy igenis szükség van ezekre, nem beszélve arról, hogy azt látjuk, hogy a helyszínek azok, amelyek a mai nyugati kultúrában dominálnak, és a helyszínbe beolvadó különféle események, amelyek sokféle réteget tudnak kielégíteni. Tehát talán nem a szakosodás olyan fontos ma már. Mindent csinálunk a fővárosban, a nagyvárosokban, én is állítottam ki mindenütt, nem mentem még egy ilyen faluba, hogy nézzem meg, legyen egy ilyen tapasztalatom, mi történik az emberekkel a kapcsolat. És megvoltam, pláne van egy fiatal, aki segít a szobrokhoz, és megvoltam lepődve először. Ott van egy szoporcsoport, és kérdi, mik ezek a szöcskék. És akkor elmesélem nekik a három istennőt, a három gráciát, hogy miből áll, miről van szó, honnan jön a férfiaknak a bajuk. És akkor annyira szeretnék, hogy hozzak ide embereket, hogy meséljék el mindenkinek. Na és ha már a fontosabb és jelentősebb szeptemberi kulturális történéseknél tartunk, akkor úgy hiszem, hogy semmiféleképpen nem mehetünk el a tény mellett, miszerint 2021-ben Temesvár lesz Európa kulturális fővárosa. Ebben a pillanatban tehát a bánsági városon az ország szeme, ráadásul a közelmúltban a gazdag kulturális program kínálat mondhatni előfutáraként már meg is szerveztek egy az ott élő magyarság számára egyébként igencsak fontos kulturális eseményt, természetesen a Temesvári Magyar Napok legelső kiadására gondolok, mindezzel kapcsolatosan pedig a következő néhány percben temesvári kollégáinknak köszönhetően láthatnak egy részletesebb összefoglalót. Temesvár a saját fényeddel világítsd a várost című projekttel nyerte el az Európai Kulturális Főváros státusát 2021-re. A bánság fővárosa az előválogatáson 14 várossal versengett a tisztségért. Majd az első lépcsős szűrés után Nagybányával, Kolozsvárral és Bukaresttel maradt a végső versenyben, amelyet a nemzetközi zsűri megítélése alapján győztesként zárt. Ezáltal egy Görögország és egy Szerbia-Montenegrói várossal egyetemben kerül megrendezésre a 2021-ben megtartandó Európai Kulturális Fővárosa év Temesváron. A projekt 2010-ben kezdődött, akkor a Temesvári Civil Társadalom kezdeményezése volt, és úgy gondolták, hogy egy nagyon jó alkalom lenne Temesvárnak, hogy pályázzon erre a címre, mert ez egy hosszú távú projekt, amely nagyon sok előnnyel jár, nem csak kulturális szempontból, de szociális és gazdasági szempontból is. Mi volt a fő adója Temesvárnak a tisztség elnyerésében?
Hát elsősorban az interkulturalitás, a civil szervezetek hozzájárulása és a multikonfessionalitás, de a legfontosabb az volt, hogy nagyon sok szervezetek és intézmények járultak hozzá ennek a projektnek a sikeréhez. Azt hiszem, egy fantasztikus alkalom volt, hogy tényleg majdnem mindenki beleszólhatott a projektben, hozzászólhatott, úgy művészek és kulturális intézmények, mint temesváriak. Például a projektnek a koncepcióját nagyon sokáig teszteltük, amíg ez a végleges koncepció megszületett. Ez egy nagyon jó dolog volt, hogy nagyon sokan hozzá tudtak járulni, és ez számított is az egész pályázatban. A nagy változások időnként az utca sarkán kezdődnek. 1984-ben Temesvár volt az első európai város, ahol elektromos közvilágítást vezettek be. A Ceausescu diktatórikus elnyomórendszer ellen 1989-ben Temesvár utcáin lobbant fel elsőként az elégedetlenség lángja országos szinten. 2021-ben Temesvár, mint kulturális főváros szeretné megosztani Európával a saját kulturális értékeit, amelyek ösztönző hatással lehetnek egy nyitott, szabad gondolkodású európai közösségre. A kulturális főváros projektjébe beleilleszkedik-e a napokban megtartott Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozat? Persze, és ez csak az egyike lesz a rendezvényeknek. A magyar napok biztos vagyok benne, hogy meg fogják szervezni 2021-re, úgyhogy a projektnek a koncepcióját átvegyék, és persze, hogy benne lesz a 2021-es programban, de addig is a 4 éven keresztül minden évben meg lehet szervezni egy téma körül. A Temesvári Magyar Napok egyfajta kulturális seregszemle, amely egyrészt a város magyar múltjáról tanúskodik, ezen túlmenően pedig a város jelenlegi kulturális és művelődési életét mutatja be. Bemutatkozási lehetőséget ad a helyi közösséget formáló szereplőknek, illetve a helyi értékeknek. Ugyanakkor célja a temesvári magyar közösség és a városból elszármazottak közösségépítő találkozójának a megteremtése. Megmondom őszintén, az alapötletet a kolozsvári magyar napok adták. Elcsodálkoztam azon, hogy milyen sikeres, milyen szép, és ettől talán függetlenül is mindig a fejemben motoszkált az, amikor Temesváron sétáltam, és néztem a házikókat, hogy milyen szép lenne egyszer egy kizárólagosan, kimondottan magyar házikókkal, magyar gasztrokultúrát, kézműves kultúrát hirdető kiállítást rendezni. A rendezvénysorozat főszervezője a Temesvári Várbástya Egyesület, amely egy elég új egyesülésnek mondható. A Várbástya Egyesület januárban alakult meg, 28 alapítótagja van, és az a szép, hogy ez a 28 magánember, mindenki képvisel valamit, templomot, egyházat, akár politikai pártot is, de főként civil szervezeteket. Ezzel egy kicsit azt akartuk elérni, hogy az összefogás jelét mutassuk, hogy mindenkit egybe fogunk, mert együtt sokkal erősebbek vagyunk, együtt jobban tudunk rendezni, és ezt egy kicsit a Temesvári Magyar Napok szervezésében is vissza akartuk adni. Tehát, hogyha elolvassuk a programot, akkor észrevesszük, hogy a civil szervezetek, a magyar iskola, a Bartók kórus, akinek lehetett, csak helyet próbáltunk adni. Úgyhogy Várbástya Egyesületnek nem csak a Temesvári Magyar Napok megrendezése a célja, hanem egyáltalán a helyi szervezeteket, főként civil szervezeteket támogatni, magyar kultúrát támogatni, segíteni. Temesvár tehát 2021-ben Európa kulturális fővárosa lesz, és ez a tény úgy hiszem csak még inkább megkoronázza a gazdag szeptemberi kultúrkavalkád amúgy is színpompás történéseit, és milyen jó ugye, hogy ilyen sok vagány dologról beszámolhatunk önöknek. Hölgyeim és uraim, ezzel a műsor végéhez is érkeztünk, ennyi fért a mai kultúrcsebbe. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, természetesen hasonló kultúrkörképpen még a jövőben is jelentkezni fogunk.
leszünk, ígérem. Tartsanak velünk egy hét múlva is, számítok önökre, tehát jövő csütörtökön este 8:30-tól, addig is csupasz szépeket mindenkinek, a viszontlátásra!